Hát tisztelettel köszöntöm Önöket, még nem kezdődött el az előadás, csak itt húzom az időt. Tehát akkor egészítsük ki ezt a táblát. Legalább ilyen általános iskolás szinten tessék nekem mondani energiafajtákat, mert a nap és a szél energiát előttem, ami ezen a kivetítésen is látható, itt nap és szél energiát hasznosítva állítanak elő hidrogént. Van egyébként egy földgázos mikroturbina is, tehát azért nem egészen tiszta megújuló energiával dolgoznak, de mondjanak megújuló energiát, az hogy kéne folytatni? Napszél, vízenergia, hő? Hát föld, hő. Ugye az kétféle is van, van a geotermikus, ami a kőzetekből jön, az nem olyan túl sok, csak néhány helyen összpontosul. Szerencsére Magyarországon is vannak hévizek, tehát geo, föld, geotermikus, földhőenergia, és van a talajhőenergia, ami voltak éppen nem is egy nagy újdonság, a talajhőenergia az tárolt napenergia, tárolt környezeti hő. Tehát nyáron meleg van, télen hideg van, de a talajban viszonylag állandó hőmérséklet, és kis trükkökkel a talajhőt azt technikailag is lehet hasznosítani, bár nem állítom, hogy nagyon nagy ötlet. Miért probléma a talajhőt hasznosítás? Mert kell hozzá egy elektromos gép, a hőszivattyú, és azt az elektromos gépet azért végül is nem megújuló energiával, hanem mondjuk főként atomenergiával vagy fosszilis energiával hajtják. Tehát azt mondtuk, hogy a talajhő hasznosítás egy tényleg értelmes ötlet, átgondolandó, hogy milyen mennyiségben nem is igazán fenntartható, hogyha mindenki talajhőt akarnak hasznosítani, akkor érezhetően hűl a talaj, tehát nagyobb a igényünk az energiára, de ezt fogjuk mindjárt tárgyalni. Egészítsék ki még, legyenek szívesek. Lehetőleg olyan energiát, ami létezik is Magyarországon. Mert most ide írhatnánk olyat, hogy mit tudom én, árapály energia, hát nem jellemző a Balatonon az árapály, vagy hullámenergia. Hát vannak, akiknek ez nagy kincs, de maradjunk azért itt a éltető közelben. Aki belép, annak kell mondani egy megújuló energiafajtát. Ugye mindenkinek elsőre a napenergia jut az eszébe. Igen, van napenergia, sőt, talán le is lehet jegyzetelni, hogyha már ugye elkezdtük az órát, hogy napenergia az egyetlen energia, amikor tényleg jelentős mennyiség van, és nem a mennyisége miatt kell aggódni, hanem sok más egyéb miatt, például, hogy nem mindig süt a nap, hogy a napenergiát hogyan fogjuk tárolni, hogy vannak olyan országok, amelyek bővelkednek napenergiában, mások kevésbé ellátottak ilyen szempontból. Tehát lehet olvasni ilyen híreket, hogy mondjuk Németország megszervezi, hogy Mongóliától a Szahara közepéig, ahol csak sivatag van, de felszerelnek napelemeket, és az így termelt energiát Európába juttatják. És akkor szerintem meg szoktam kérdezni, csak azt nem vették észre, hogy az nem az ő területük. Tehát, hogy Mongólia az nem Németország, ezt úgy elgondolták, hogy ott tényleg milyen jó süt a nap, és hogy lehetne az energiát továbbítani, csak mellesleg ott más országok vannak. Most a viccet félretéve Magyarország nagyon fontos, tehát ne hagyjuk ki, nagyon fontos energia, megújuló. Tessék, tegyék fel a kezüket, akik gázzal tüzelnek. Igen, ott van egy pár, de nem jó gázzal, ugye? És fával. Na, és nem mondják, hogy ez megújuló energia? A fa az nem nő újra? Hát a biomassa a fa. Sőt, még annyi előnye is van a fának és a biomasszának, hogy viszonylag hosszadalmasan tárolható. Egy fában egy évszázad energiája, és más biomasszákban pedig egy évadnak az energiája eltávolodik, tehát nagyon is érdemes odafigyelni a hasznosítására, a mennyiségére, tárolhatóságára, szabályozhatóságára, de hát ezek helyett a csúcs szuper ábrák helyett, amit itt az olasz hidrogénkútról vetítgetek közben Önöknek, azt mondanám, hogy bármilyen megújuló energia, mondjuk szélenergia, vízenergia, napenergia kiegyenlítése biomassza erőművel, ez a jövő energia mixében biztos, hogy jelen van. Föl is tettem a honlapra egy olyan könyvet, az egyik kollégám írta, hogy
2040-ben hogyan lehetne megoldani Magyarország energiaellátását, és az többek között például a biomassa és a szélenergiának a kombinációját is tartalmazza, hogy tudok ilyen filmet is vetíteni, ahol ezzel kezdenek. Hogy szélenergia viszonylag sok van, nem annyira sok, mint a napenergia, de viszonylag könnyen lehet szélturbinával árammá alakítani. Hol van az ország legnagyobb szélerőműve? Hát itt sokan követten tőlünk 20 kilométeren, 15 kilométerre. Mondjuk több szélerőmű van Moson-Magyaróvár környékén, de mind a mai napig a legnagyobb szélerőmű és a legnagyobb egységteljesítmény 3 megawatt, az a Sopron-Kövesdi szélerőmű területén van. Ilyenkor szokták azt mondani, és akkor ezt kérem megint jegyezzék meg, hogy 3 megawatt, az 3000 család energiaigényét elégíteni ki. Hát álljunk meg. Tehát ez nem így van. Tehát 3 megawatt, és hogyha egy családot tényleg 1 kilowattal számolunk, mert miért ne számoljunk 1 kilowattal egy családot, ami megint egy nagyon durva közelítés, tényleg 3000 család, ha maximálisan fúj a szél, és folyamatosan és egyenletesen fúj a szél, és a családok is folyamatosan egyenletesen akarnának fogyasztani. Hát ebből semmi nem igaz, mert most például ott jöttem el a Sopron-Kövesdi szélerőműnél, és szabadon futóban voltak, tehát lassan forogtak a lapátok, és várják, hogy legyen szél, még az is lehet, hogy majd délután a föltámad a szél, és akkor fognak egy keveset termelni. Tehát jelenleg nincs termelés, inkább fogyasztás van. A szélerőműnek rá kell fordulni a szélre, és aztán vár, és ráfordul a szélre, és akkor megint vár. De nem is ez a fő probléma, hanem melyik az a lakos, aki hajlandó a fogyasztását a szélhez, vagy a napjárásához igazítani. Hogy majd akkor délben fogunk mosni, ha föltámad a szél, porszívózunk. Régen azért volt ilyen, most tetessék kinevetni, hogyha süt a nap és föltámad a szél, akkor az emberek szívesen mosnak például. Mert akkor hamar kimosnak, hamar kiteregetnek, hamar megszárad. És ez benne volt a magyar köztudatban a lakosságnak a általános természetérzékelésében benne volt. És akkor mondjanak még egy párat a fán és a biomasszán kívül is, ami megújuló és egyikkel sem azonos ezek közül. Ugye mondtam, hogy egyedül a nap az, amelyik mennyiségileg megnyugtató. Hát ha eljutunk odáig, hogy ezekkel a mennyiségekkel tényleg számolgassunk, akkor látni fogjuk, hogy a szélenergia az már nem elegendő Magyarország jelenlegi teljes energiafogyasztásának az ellátásához. Tehát amikor ilyet mondunk, hogy 3000 család, akkor még nem vettünk figyelembe, hogy a család nem csak elektromos energiát fogyaszt, hanem például fűt is, nem sokan fűtenek szélenergiával. Nem sok széllel bérelt házon. Lehetne egyébként egy nagyon jó hőszigetelt házat, egy kis közepes szélerőművel ki lehetne fűteni, hőt lehet is tárolni, tehát technikailag megoldható. Csak el kell gondolkozni, hogy ez hogyan lesz akkor tárolva. Mondanak még? Vagy akkor kezdje meg a nehezét. Mert a mai órán néhány mértéket csak át kell vennünk, ami az energiákkal kapcsolatos. Hát erről az ábráról már csak egy F betűs szó hiányzik itt legalul, amit külön kiemeltem, hogy milyen energiák vannak még ezen kívül, amit szerintem még pont-pont-ponttal azért lehetne folytatni. Mert a biogáz az nem biztos, hogy azonos a biomassa energiával, hulladékhőket is lehet hasznosítani, és így tovább. Tehát tudnék én még azért 17-et felsorolni, de hogy mi az, amiből a legtöbbet fogyasztunk ma, és szinte csak azt fogyasztjuk, és azt hiszük, hogy más nincs is. Fosszilis energia. Fosszilis energia, amit aztán nyilván egy mol vagy bányászati előadás, amit tovább részleteznének, hogy kőszén, barna szén és kőolaj és annak a fragmentumai és földgáz és PB-gáz és LPG és a többi. Én meg csak annyit mondok, hogy nincs, vagy ha van, az tévedés, az egy illúzió, el fog fogyni. Tehát, hogy fosszilis energiára rászokni, az igazából egy csapda, ez folyik ma, hogy olyan mennyiségű és csak fosszilis energiával kielégíthető életmódot, energiafogyasztás, szokásrendszert építettünk ki, amely egy adott pillanatban visszafog. Tehát, ha valaki azt látja, hogy végtelen mennyiségű fosszilis energia van a Földön, az teljesen
vágyjuk. Tehát most nem akarok ennél csúnyabbakat mondani, mert megy a fölvétel. Tehát ez így nonsense, mindenből véges van. A fosszilis energiát kirabló módon hasznosítjuk, hogy elmondjam a kedvenc hasonlatomat. Bemegy a Pistike, majdnem a kamrájába, és csenegeti a levelet. Akkor Pistike torkos. És hogy a Pistike kétszer nagyobb mennyiséggel csenegeti a lekvárt, mint hogy a nagymama befőzni képes, akkor a Pistike hülye. Na de hogyha mondjuk 5 milliószor nagyobb sebességgel, akkor arra már nincsen szó. És jelenleg ez folyik, hogy a fosszilis energiákat nagyjából milliószoros, 5 milliószoros sebességgel fogyasztjuk a termelődéshez képest. Tehát az a minimum, hogy áthúzzuk, hogy nincs, ez egy illúzió volt, ez egy tévedés volt, ami van, az ennyi. Csak kérdés, hogy mennyi, mert kiderül, hogy ezek az energiák nem is olyan egyszerűek, ezért kell vele foglalkoznunk. Ha csinálok itt egy vágást, és akkor néhány olyan adatot felírom a táblára, amit viszont tudni kell. Tehát mi az, hogy vak, mi az, hogy zsúl, mi az, hogy energia. Tehát a zsúl az a munkának a mértékegysége. Egy zsúl az egy nagyon pici munka, egy newtonszor egy méter, megmutatom a levegőben, körülbelül egy simogatás. Tehát körülbelül egy simogatásnyi energia az az egy zsúl. Ennek, mondjuk fölvetődő, hogy egy newtonszor egy méterbe úgyse jegyzik meg, de ennek nagyobb mennyiségeit szokták használni, a kilozsúl, természetesen a kilozsúl, az ezerzsúl, és a megazsúl, az egymillió, és már föl sem vele bírni, hogy a gigazsúl az pedig egymilliárd. Mert sajnos az energia számlákban még az is előfordul, hogy gigazsúlról beszélünk. Tehát, hogy egy lakásnak az éves fogyasztásai gigazsúlokban mérhetők őrült nagy energiát. Tehát ez már nem egy simogatás, ez nem egy pofon, hát ez, itt megsorozzuk az életünket, a háztartásunkat, a természetet, jó szerencsét. Most van még egy mértékegység, amit mindjárt levezetünk, az 1 kWh, ez elég gyakran szerepel az elektromos számlákon, bár ma már kezdik a megazsúlra átállítani, kevésbé lehődik észre az áremelés. Az 1 watt. Mi az az 1 watt? Kérdezik, hogy meg tudnám mondani, hogy az mi? Tessék! Jelentkezzen valakivel. Oda szeretném menni önökhöz, de itt kell maradnom a képben, úgyhogy... Tehát minek a mértékegysége a watt? A leggyakrabban használt mértékegység. Teljesítmény. A teljesítmény mértékegysége, vagyis munka mennyi idő alatt. Tehát munka sebességét mérjük vele. Körülbelül az 1 watt, az az 1 joule per szekundum, tehát amikor az ember egy másodpercenként végsimogatja egy fejét, ez se egy nagy teljesítmény. Nem fognak ettől elmenni a asztalosipari gépeink, vagy az autó, az 1 watt, az 1 joule per szekundum, és ez rögtön rávilágít arra, hogy az idővel is számolni kell. Tehát nem mindenki az az 1 wattos teljesítmény mennyi ideig használja, hogy éjjel-nappal be van kapcsolva, vagy egy nagy teljesítmény van szükség, mert egy nagyon korlátozott időtartam van. Ennek is az 1000-szerese az 1 kilowatt, és előfordul a háztartásban kilowattos fogyasztó is. A termelő az nem nagyon. Tessék, legyen fel a kezébe, akinek otthon van valami, ami 1 kilowattot előállít. Mondjuk egy napelem. Ritkaság, de van. Tehát energetikusokra is tanítok, és ott azért néha egy-egy ember fölteszi a kezét önnek, és ott egy 1 kilowattos napelem rendszerem. Hát ha a csúcsban süt a nap, ugye ma délben például lehet, hogy tényleg tudja az 1 kilowattot, aztán télen éjszaka körben már nem. Tehát akkor ez az 1 kilowatt, ez kicsi vagy nagy teljesítmény, akkor azt tessék megegyezni, hogy a kettő között a 100 watt, az körülbelül egyenértékű egy emberrel, bár akarják ezt a filmet is levetíteni, kipróbáltuk 100 wattot tekerni, az már elég ember feletti,
tehát a sportolók azok nyomják a 100 wattot akár egy negyed órán, fél órán keresztül is, és aztán lihegve leszállnak a szobakerékpárról. És én inkább már csak 80 wattot vállaltam be, de azt mondjuk egy és egy négy órán keresztül is az ugyanaz. És hát hölgyeknél meg inkább a 60 watt. Tehát 100 watt alatt érzek meg teljesítmény, különösen, hogyha tartósan, tehát az időtényezőt is figyelembe veszünk, hogy tartósan valaki munkát végez, ás, kalapál, szövegeket verve, emelget, zsákokat mozgat, a 100 watt. Tehát szokták a 100 wattot egy emberi rabszolgának is nevezni, de a rabszolga is nem annyira türelmes, mint a 220 voltos hálózat, hogy éjjel-nappal dolgozik és nem alszik. Tehát gondolkodjanak el arról, hogy egy ilyen közönséges konnektor, amely felvételen nem látszik, de itt van egy, meg itt is van egy. Ilyen közönséges konnektor, erre rá van írva, hogy ez 3x2000 wattig telhető, még ez a zsinór talán nem, de egy átlagos konnektor 2 kW-ra terhelhető és akár 60 napon keresztül. Nem nagyon tudnék mutatni ezen az ábrán olyan energiákat, amik ezt tudják 60 napon keresztül ontja a több ezer wattot. Éjjel-nappal, széljárástól, napjárástól függetlenül. Hát a fosszilis energiák, igen. De ezt mondtam, hogy ez a csapda. Rá vagyunk szokva a fosszilis energiákra, természetes nekünk ez az energiamennyiség, még ez is 1 megawatt, hát ez már ipari. Tehát ilyen fogyasztó nem nagyon van otthon, majd bebizonyítom, hogy azért van. Bebizonyítom. De ez már 1 millió watt, ez már nem egy simogatás, nem egy géppisztoly sorozat, hanem ez ipari mennyiségű energia. És akkor azt is kell tudni, hogy az 1 kW szorozva az órával, ez nem osztva, hanem szorozva az órával, az ugye azt jelenti, hogy 1000 watt szorozva 3600 szekundummal. És akkor már is levezettük, hogy ez 3.600.000 joule, vagyis 3,6 megajoule. Ezek szerint az 1 kWh az egy nagy energiamennyiség. Az energetikusainkkal 11-ütt 1 megajoule-t meg tudtunk termelni, és az 1 kWh-t már nem vállalták be. Pedig szobabiciklivel volt rá idő, 2 napon keresztül együtt voltunk és ezt tanultuk, és közben bármikor föl lehetett pattani a biciklire, és az 1 megajoule-ig eljutottunk, és az 1 kWh-ig nem. Az volt a házi feladat. Most 1 kWh, az 1 kWh, parasztosan megfogalmazva az a munkamennyiség, amit önnek senki nem fog ingyen elvégezni. Tehát olyan, mint hogy megkérném, hogy tolja el már az automat, nincs autóm, de hát most megkérném ön, hogy tolja el már az automat a legközelebbi benzinkút, és a legközelebbi benzinkút mondjuk 10 kilométerre van. És eljutnánk oda. De valahogy olyan szívességről nem tennének. És ezt az 1 kWh-t kapjuk mondjuk elektromos, legtisztább elektromos energiaformájában 50 forintért. Tehát valaki azt mondja, hogy drága az energia, az az mihez képest, a szokásainkhoz képest, a múlthoz képest, a tévedéseinkhez képest drága. Akkor elmondom, hogy mennyire olcsó az energia, hogyha ez megjegyezhető önök számára, szintén egy képszerű hasonlat. Mert bemegy egy nagy áruházba, most néven nem nevezem, és vásárol valamit. Tolja kifele, és fizet a pénztárosnak, fizet a biztonsági őrnek, fizet a világításért, fizet a takarításért, mindenkinek nyom egy kis pénzt, de az áruért nem fizet, hanem azt viszi. Tehát, hogy ingyen elviszi, akkor mi lesz ennek a boltnak a sorsa? Be fog csődölni. És ezt csináljuk ma. Tehát minden fosszilis energiát ingyen elviszünk. Semmilyen módon nem pótoljuk, nem tesszük vissza, nem állítjuk helyre az eredeti állapotot, nem csináljuk úgy, hogy folytatható legyen, hogy ez a fenntarthatóságnak a definíciója, hogy tedd úgy a dolgokat, hogy ne kell rajta változtatni, csak azért, mert muszáj. Úgy csináljuk, hogy abban bízunk, hogy majd fogunk tudni változtatni akkor, amikor nagyon muszáj, és sajnos ez sem igaz. Tehát, hogy jelenleg a számadatok azt mutatják, hogy egy olyan életet építünk föl, ami igen nehéz lenne változtatni, amikor majd muszáj lesz. Mennyire olcsó az energia? Hogy ezt az integrált kinézze a jegyzetből, vagy előre tanuljon egy leckével. Mi ez a
anyagot integrál. Hát először is próbálom érzékeltetni, hogy miről van szó. Az A0 az egy konkrét fogyasztás valamiből. Mondjuk az egyszerűs kedvű legyen olajfogyasztás, de bármi más is lehetne. Az A0 az a mai fogyasztási szint szénből, vagy olajból, vagy földgázból, vagy valamiből. És tegyük föl, hogy az nő. Az exponenciális függvényt azt próbálom érzékeltetni. Az exponenciális függvény az olyan, hogy N év alatt nem a kétszeresére, nem a háromszorosára, a 2,7-szeresére növekszik. Majd a következő N év alatt ezt ugyanúgy megismétli. Hát most eléggé ciki, de fölmegyek, és azt mondom, hogy ehhez a ponthoz ennek a 2,7-szerese tartozik, tehát itt vagyunk. És akkor már csak két N-nél vagyunk, mondjuk legyen az N 50, akkor 50 év 100 év. És akkor ugye 3N-nél már föl kell menni a nyugdíjas klubba. Hát nem tudom lerajzolni, tehát akkor megbüntetnének, hogy a nyugdíjas klubnak a falára is filkálnék, és akkor sincs vége az időgyenesnek, mert jutottunk az 50-100-150 év. Tehát egyszerűen az exponenciálisan növekvő függvényt, ha a tábla szalkára is rajzolom, nem tudjuk értelmezni, nem tudjuk megérteni, nem tudjuk ábrázolni, nem tudjuk elmagyarázni. És ez a baj. Ez emberiség nagy átfogója, hogy exponenciális növekedés nem értette meg. Nem egy túl bonyolult matematika, de aki nem érti meg, az ebbe a csapdába belemegy, hogy hát itt még semmi volna nincsen, hát nő. Még boldog is vagyunk, hogy bővül a gazdaság, nem minden nő. És aztán a kétszeresénél, meg a háromszorosánál, meg a kilencszeresénél, meg a tízszeresénél még tovább nő, és még hatványozottan tovább nő. És a Föld véges. Tehát egy plafonban, ha más nem, akkor a számítástechnika terem plafonjába belőtközünk. Milyen a csökkenő exponenciális? Az ugyanilyen, hogy amikor nagy egy érték, akkor gyorsabban csökken, például ennél alatt körülbelül a harmadára, majd amikor már kisebb ez az érték, lehet látni? Amikor kisebb ez az érték, akkor is ugyanilyen ütembe csökken, hogy körülbelül a harmadára csökken ennél alatt. Ezt biztosítja itt ez az egy perem. És aztán tovább, és tovább, és tovább. Sokkal kevésbé látványos függvény, én ennek rukkolok. Tehát be lehet látni, hogy az exponenciális növekedés az egy véges folygó nem értelmezhető, butaság, értelmetlenség, tévedés, csapda. Az exponenciális csökkenés az elvileg értelmezhető. Ez a mínusz jel. Tehát ha plusz van, akkor meghalunk, ha mínusz van, akkor egy ilyen eljutott rétes tésztáról van szó. És mi ennek az integrálnak az értéke? Tehát a legfontosabb, ami már kell hozzá, az A0, és az N, az itt föl van már tüntetve. Ugyanis kiderül, hogy A0 szorán, tehát szépen végig is már ezt az integrálást, most nem vezetem le, mert hosszú lenne akkor a felvétel, de már többször levezettem, hogyha megnézik az interneten. Ez egyelőre A0 szorán, vagyis mivel? A mai fogyasztás N szeresével. Vagyis, ha azt mondják, hogy valamiből N évre való mennyiségünk van, például van 30 évre való olajunk, 40 évre való földgázunk, 50 évre való nem tudom micsodán. Hogyha N évre való mennyiség, és az A0 a fogyasztás, és a mai fogyasztás nem nő, nem csökken, akkor A0-szor lenne ez a tégla alapterülete. Mit jelent ez? Hogy ez a legelső rész itt a téglalapból, ez ugyanaz, mint ez a hosszú elnyújtott rész, ezt magyarázom. Na most kérdés, hogy mi a kettő közt a különbség? Szinte semmi. Tehát tegyük föl, hogy az N mondjuk 50 év, az előbb említettem. Hogy olajból nincsen 50 évre való mennyiség, pláne nem, hogy növekszik az olajfogyasztás, de hogy valamilyen földgázból vagy országnak, vagy a világnak van 50 év való mennyisége. Hogyan lehet ezt végtelenre behozni? Hát tök egyszerű. Ezt az A0-at nem tartjuk szintesen, mert ennek az integrálja végtelen. Hát ha nem változtatunk semmit, végtelen. Nem növeljük, mert annak is végtelen az integrálja. Véges hozzá végtelen integrálatot lehajszoljanak tőle. Hanem elkezdjük csökkenteni,
És kiderül, hogy akkor viszont ennek a hosszú végtelenig tartó görbének az integrálja az éppen annyi, amennyi rendelkezésünk áll, mennyi az n, 50 év. Akkor ennek a csökkenésnek itt évi 2%-nak kell lenni. Tehát ez a mínusz 2%. És tudják, hogy ez itt mi? Ez meg a plusz 2%. Ennyi. A plusz 2% is a halálba kész. És a mínusz 2% az a végtelenre beosztja a végest. Ez az igazság. És bármilyen matematikus megkérdezik, ez tényleg így néz ki. Szimmetrikusan indul, tehát ez fölfele ugyanannyi fok, mint lefele. Még csak azt sem lehet mondani, hogy nagy különbség van a 2%-os növekedés vagy a csökkenés között. A 2%-os növekedéssel is vannak gondok, látják, hogy azért nem olyan egyszerű a 2%-os növekedést politikai vagy gazdasági eszközökkel kierőltetni. Nem olyan könnyű újabb és újabb infrastruktúrákat kiépíteni és várni a növekedést. A 2%-os csökkenés az olyan, hogy észre se veszi. Aztán 10 év múlva már tényleg észre vesz az ember, amikor már nem 2%-ról van szó, hanem 18%-ról, akkor már tényleg azt lehet mondani, hogy az már jelentős. Tehát, hogy ha egy lakosság folyamatosan 2%-kal csökken, akkor ezen a ponton már érzi, hogy tényleg más lett a világ. Nem biztos, hogy rosszabb. Mert lehetséges, hogy csomó helyre nem megyünk el, ahol nem is kell elmenni. Egy csomó dolgot nem veszünk meg, amit csak úgy rántuk már. És akkor már itt tartunk, már megoldottuk a probléma felét. És ha eljutunk egy generációval későbbre a gyerekeinknek, ugyanezt kell megoldaniuk. Ő szempontjukból nézve ugyanaz az ábra van. Továbbra is minden évben 2%-ot kell csökkenteni, ha nem akarjuk, hogy kiessünk a ritmusból. Persze, ez még így is nekünk kedvez, mi vagyunk itt, mi fogyasztjuk a legtöbbet. Tehát mondhatnánk azt is, hogy miért jár nekünk több, mint a gyerekeinknek, vagy az unokáinknak, de legalább véges, legalább fenntartható, legalább megoldottuk a problémát. Matematikailag itt van a megoldása annak, amiről az összes elemző, az összes közgazdász, az összes politikus, az összes tőzsdeguru magyar. Majd mesélek mondjuk a kaotikus görbék megoldásáról is, az is van. Tehát a tőzsdét is meg lehet oldani, csak nem úgy, ahogy most próbálják. Mi az, ami valójában fog történni? Ugye holnap tartok egy előadást, hogy jó földünk merre tartasz. Ez egy kicsit ilyen futurológia, hogy tényleg mi fog bekövetkezni. Tehát látjuk, hogy azért valami igény arra, hogy növekedjen, van, csak meginkások persze ezt alássák. És ha eddig eljutottunk, már kell gondolkozni, hiszen túlfogyasztás keletkezik. Tehát, hogyha nekünk valahogy ezt be kell osztani, ezt az állószorrend téglalapot, hát ennyi van és nem több. Akkor valahogy le kell menni a nullába, úgyhogy ez a terület megegyezik ezzel a területtel, ezt lehet érteni? Hát muszáj. És ha ez a két terület megegyezik és lemegyünk a nullára, na itt nem nagyon szeretnék lenni. De önök ott lesznek. Tehát ez hogyan festhető le az összeomlás jellegű csökkenés, amikor növekedni akarnánk és nem megy a növekedés, amikor magától végrehajtódik a csökkenésbe, a véges az a végtelen levágja kész. Hát az olyan, mint a... Szoktam ezt hasonlatot mondani, hogy például a nagy gazdasági válság az egy évre 2%-kal vetette vissza az egész földtermés. És akkor minden év gazdasági válság. Vagy volt egy olyan nap az utóbbi 10 évben, amikor csökkent a föld népessége, a japán cunami napja, akkor minden nap cunami. Tehát amikor magától csökken a népesség, a fogyasztás és minden csökken, mert nem tudjuk fönntartani azt, amit nem lehet fönntartani. Tehát ez a dolog, ez minden futurológiai előrejelzésben szerepel, hogy ha túlmegyünk valamilyen határon, és az integrál véges, akkor beleütközünk valamilyen falakba, és egyszer csak elfogy az, aminek el kell fogynia. Jó. Én innentől kezdve tudok önöknek rendkívül jó filmeket vetíteni, föl is van rakva, egy egész gyűjtemi energetikában nagyon jó filmek vannak, de arra is kíváncsi vagyok, hogy önök mire kíváncsiak. Tehát, hogy most mondják, hogy de tanár úr, és mi van a bioüzemanyagokkal, vagy tanár úr, nincsen más megoldás, hogy elrejtették a nagy találmányt, és ülnek rajta a multik,
vagy mi van az atomenergiával, vagy elmesél önöknek a makrúziót, tehát amit kér, csak kérjenek, jó? Tehát, hogy ön szeretne otthon beruházni egy napelemre, vagy egy napkollektor, amelyiket válassza. Tehát ez a szakmát szívesen tartok, energiaszaktanácsadást is. Tessék! Miért kell az álmodnak vissza a adott mennyiséget mondjuk egy termelt otthon mondjuk napelemre, és idő után már, vagy nem tudom, vagy kilogat után a termelnek meg kell szolgáltatni. Ez miért van most? Beszolgáltatni. Az EOT egy nagy jó téteményt tesz azzal önnek, hogy hajlandó átvenni azt, amit ön termel pluszban. Gondolj el, hogy... Hát szomszédnak, aki ugyanúgy megvenné, tehát hogy vajon lehet-e mikroenergetikai rendszereket néhány utcában előállítani? És hogy ez törvényese. Egészen szigorúan szerintem ez nincs szabályozva. Tehát ha jön a Somborával összefog, és átdobják a kábelt, senki nem fogja azt észrevenni. Tehát én szerintem mikrohálózatokat lehet építeni, még be is kerülnének a Duna TV-ből mindenhol, hogy ez mennyire előremutató dolog. Nem hiszem, hogy ebből nagy botrány vagy per keletkezne. Ha ők, bocsánat, még nem válaszoltam. Ha ön ehhez az EON hálózatát akarja használni, tehát úgy, hogy kitermelni az utcára, és akkor a szomszédonnak visszaveszi, abban az EON már biztos bele fog. Igen, mert most ezt csinálja jelenleg az EON, mert van több ismerős, hogy kigyerek egy ilyen napelemmel, és többet termel, mint amit rájöttem, hogy fogyasztam, ugye, és akkor azt már az EON számolja, hogy mennyit kell neki évente beszolgáltatni. Nem beszolgáltatásról van szó. Az EON, hogyha többlet termelés keletkezik, azt egy nagyon rossz árfolyamon veszi át. Nyilván azért, mert próbálja védeni magát, hogy nehogy már neki idegen energiát kelljen átvenni, pláne hogyha annak az minősége idézőjelben rosszabb. Mihez képest rosszabb? Hát a gázturbinákhoz, meg a fosszilis energiához képest. A lopással, a csalással szerzett energiához képest, az, hogy süt a nap, és éjszaka meg nem süt a nap, ez nekik rosszabb, mert akkor mit csináljuk éjszaka, honnan pótoljuk ki, vagy mi van, hogyha nyáron nagyon nagy napsütés van, és hova tegyük ezt a rengeteg energiát. Egyébként a mai energetikai rendszer pont a klímaberendezések miatt még nagyon sok napelemet elviselne, hiszen nyáron nagyon magasra felszökik a fogyasztás, pont akkor, amikor süt a nap. Tehát nem csak kifejezetten technikai és logikai érvek vannak itt, hanem elsősorban lobby érdekek vannak. De most akkor azért visszakérdezek, hogy önök ezt kipróbálták bárhol? Mert én nem látom, hogy működne. De most gondolj el, hogy van 2-3 család, aki azt mondja, hogy ha én nem fogyasztok, majd akkor te fogyasztasz helyettem. Tényleg? Fogyaszt ő helyette? Tehát, hogy amikor süt a nap, és én elmentem nyaralni, akkor ő éjjel-nappal mosni fog azért, hogy elfogyassza? Nem, tehát ez így jól hangzik. Az is nagyon jól hangzik, hogy a napenergiát szélenergiával ki lehet egyenlíteni, mert amikor nem süt a nap, majd fúj a szél. Csak nem parancsra fúj a szél. Tehát amikor nem süt a nap, akkor a szél se fúj, vagy fordítva, vagy egyszerre süt a nap, és még föltámad egy szélvihar is, és akkor együtt most mit csináljunk ezzel a rengeteg energiával. Tehát szerintem ez így jól hangzik, hogy valaki 2-3 háztartást összekapcsol és megszabadul az EON-tól, de én nem látok rá példát. Mert ehhez az egész fogyasztási szervezetet át kellene szabni. Azt el tudnám képzelni, hogy mondjuk van egy gondnok, akinek az a munkaköri feladata, hogy tartson egy ilyen rendszert karban, és ő ingyen kapja az energiát, vagy 2 forintért kapja a kilovattórát, és hajlandó arra, hogy ő akkor indítson be nagy gépeket, és akkor fogyasszon sokat, és indítson a porszívót, vagy a mosógépet, amikor tényleg többlettermelés van energiából. De ehhez egy gondoknak kellene, hogy meg kell fizetni azért, hogy erre odafigyel. Nem hiszem, hogy ezt a szomszédjával meg tudja oldani. Tessék, más kérdés, vagy válaszoltam? Jó, tessék parancsolni. Érdekli önöket az atomenergia. Ugye pro és kontra nagyon sok érv hangzik el. Szerintem sokkal többet témáznak az atomenergiáról, mint amennyit az megérdemel. De akkor belemehetünk. Érdekli önöket a magfúzió. Van-e megoldás? Tessék, önt melyik érdekli? Atomenergia. Tehát, mint mondtam, én fizikus vagyok, és sem azt a nézetet nem képviselem, hogy minden atomelemet azonnal most le kell állítani, ebben látok irracionális elemeket is, de az sem, hogy bővíteni kellene. Miért? Hát mert Magyarországon most fullra jár
négy atomerőmű blokk, és egy kicsivel több energiát termel, mint amennyire mondjuk éjszaka szüksége lenne az országnak, és emiatt például megújuló energiát alig lehet elhelyezni a magyar energiarendszerben, mert a kényelmes atomerőmű elfoglalja azt a 40%-ot, ahol még lehetne egy kicsit variálni. Az sem igaz, hogy az atomenergia nagyon olcsó lenne, hát úgy persze olcsó, hogy ingyen kaptunk egy atomerőművet még az Átkosból, és úgy persze olcsó, hogy ma annyira kicsi az urán iránti igény a világpiacon, hogy nem nagyon akarnak ám atomerőművet a különböző országok, ritka kivételekkel eltekintve, hogy egész olcsó lehet kapni urárudakat, meg egész olcsó lehet kapni egyszer használt, egy napig használt urárudat az NDK-ból, jött egy szállítmány ide Magyarországra még annó, egész olcsó lehet kapni leszerelt atomfegyverekből származó uránt, tehát én ezt nem tekinteném mérvadónak, az urán az 40-50 év. Ha minden energiafogyasztásunkat az atomenergiát termelnénk, 10 év alatt elfogyna a világ összes urán. Miért? Azért, mert az atomenergia csak villanyára, és annak is inkább csak az éjszakai része. Mert az atomerőmű ilyen nem lehet szabályozni, az inkább éjszakai állam jellegű. És akkor mi van a közlekedéssel? Nincsenek atomautók. Mi van a repüléssel? Nincsenek atomrepülőgépek. Tehát én például atomenergiával közlekedem, mert villanyvonattal jövök, és reggeli órákban mondjuk 30%-ig valószínű, hogy paksi elektronok keringenek abban a vezetékben, ami a vonatot hajtja. De tessék, hányan közlekednek elektromos energiával? Hát csak a vonatosok, nem? Tehát nem trolibusz nincsen Sopronban, villanyautó nincsen. Jó, hát elmehetünk a villanyautó irányába is. Tehát, hogy mennyi akkumulátorok kell hozzá, milyen infrastruktúra kell hozzá. Szerintem elég abszurd eredmények jönnek ki. Tehát valaki tényleg átgondolja a villanyautó problémát, úgyhogy na most a mai magyar közlekedést átállítani. Ha a 60-as évek magyar közlekedését kellene átállítani, amikor én születtem, nem sok autó volt, azt én bevállalnám, hogy jó, akkor a Trabant és a Skoda helyett elmegyünk a kisebb-nagyobb 1 kW-os, meg 10 kW-os villanyautók irányába, azt meg lehetne csinálni. Csak ezt már lekéstük. Azóta eltelt 50 év, és homlok egyenestenekhez irányba mentünk. Ez megint egy kulcsmondat. Tehát, hogy egy generáció alatt eldőlnek a dolgok. Nem lehet visszacsinálni, visszakívánni, hogy de jó lenne, hogyha még nem fogyasztanák ilyen sokat. Kiépült egy olyan generáció, amelyiknek természetes a reklám, természetes a kamionok áradata, keresztül Európán és a kontinenseken. Még nem éheztünk 60-as években, tehát nem hiszem, hogy dán meg kínai árura itt Magyarországon nagyon nagy szükség volna. Tehát ezt önök is érzik. Tessék, más kérdés? Vetitek szívesen filmet?